Na visszajöttem el az összekötő szigetre, mert ugye kész az ötödik világ, és elvileg innen tudjuk folytatni a hatodik felé. Elvileg erre lefelé voltunk, ugye, ha minden igaz? Igen. Hú, várja. Ez mi volt? Ja, ez a V1, oké, akkor lefelé. Ez volt az ötös, azt hiszem erre felé. Valahol, igen. És akkor itt. Ez is megvan, minden megvan. Hát nyitjuk az utolsót. Elvileg ez a hatodik világnak a bejárata. 15 cucc kell, és 26 van, úgyhogy bőven megvan a limit. Elkezdjük ezeket a csúnya goni pályákat. Ó, de arany pofa! Hiába menekülsz el, kis dagi. Úgy is elkaplak. Csak ennyire vagyunk a föld alatt. Deep magma. Ó, 15-25. Miért kell oda 25? Mennyi sok pálya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sok. Jó. 25 kell a végének a kinyitásához, tehát egész biztos, hogy onnál többet kell összeszednünk. Most egészen konkrétan nullánál tartunk. Nézzük ezt az első cukkert, ez ugye csak bolt lesz nagy esélye. Nem feltétlenül. Na most ez mi van? Miért nem tudom tovább húzni? Ja, ez csak átmeneti. Ja, hogy így jövök be a boltba? Már itt a boltot is nehéz elérni. Adjatok egy retket, srácok. Jól induljon a napunk. Most nehogy ide add a Royal Seedet, most már idegbajt kapok. Na azért. Már megőrültem volna. Utolsó pályán az első boltba odaadják az utolsó világban az első boltban a Royal Seedet, azért ez kiborító lett volna, de nyilván nem erről van szó. De legalább már egy megvan. Úgyhogy rongyolunk lefelé a... ott volt valami. Egy cső, egy lila cső. Na, arra majd el kell mennünk. Igen, ez az online. Ez megint a keresgélős. Jó, hát ez egy pár viszonylag könnyű pálya. Tudod, mit fogok? Na, ezt itt még soha nem próbáltam ki. Itt a szenzor. És ugye ez elvileg jelez, hogyha közelben van valami cucc. Kíváncsi vagyok, ez itt mennyire hasznos. Mert ez speciál utálom keresgetni. Hát én szerintem elefánttal bebusztolom magam, azt jobban szeretem. És akkor... Már itt jelez. Ja, mert hogy a csőbe titkos lejárat van. Vagy ezt jelzi? Igen, most már megmakkant. De itt is jelez, mint az állat. Aha. Hát nem tudom, mennyivel vagyunk előrébb ezzel, mert nagyon messziről jelez. Aha, itt tudom, mi kéne. Ja, értem már, hogy ide visszajöhetek változtatni a feature-eimet, és fognak ezek kelleni a megszerzéshez. Ez így logikus. Csak nekem valahogy oda kéne mennem. De itt miért nem tudok lemenni? Az a buborékkal kéne onnan kilőnöm, vagy mi? Ez meg van gajdulva szegény, hogy izé. Ott a bónusz, szedjem már föl. Hát egyelőre nem tudom, hogy mivel megyek ide. De jó. Az talán... Ja, az elefánt ormánnyal. Azt szerintem arrébb tudom ütögetni, és az talán beesik fölül ebbe, nem tudom, majd mindjárt kiderül. Ezt azt hiszem lehet ütögetni az ormánnyal. Aha, hát csak itt... De! Azt hittem, hogy itt nem fogom tudni felütni. Hát nem is kellett felütni, meg kidöntötte a falat. Jó, egy megvan, és akkor kicsit gajdulása az abban maradt.
de ez jó, mert legalább tényleg jelez, odaföntre megint jelez, tehát hogyha nem veszem magamtól észre, akkor majd ő gajdul, mint állat. Itt már nagyon jelez, úgyhogy itt kellene, hogy legyen. Aha, tudom mi lesz, akkor ide föl kell jönnöm a fúrófejjel, és ezeket az alsókat ki kell fejelnem. Ott is van egy fönt. Oda is föl kell mennem a fúrófejjel. Jó. Másodperc és megyek. Kérdés, hogy ebbe le tud-e jönni a fúrófej? Ebbe lehet, hogy nem tud. Meg ide se tud? Ne szívassatok már. Jaj. Bénázok itt össze-vissza. Jó, hát már úgy jó lett volna valamennyire. Jó, hát legalább ez meg lesz. Ezt minősül egyesnek, igen. Ezt mondtam egyszer korábban, azt hiszem videóban, hogy ez volt a legközelebb a bejárathoz. Tehát nem az összeszedési sorrendet mutatja, hanem azt, hogy milyen távolságra vannak a bejárattól. De én nem érzem úgy, hogy ezt, hogy ebbe a kőbe bele tudnék menni. Aha, akkor itt valami más elefántormánnyal talán ki tudom verni őket onnan. Nézzük meg. Ez jó, hogy itt duskálunk a bónuszokban. Arra hadd életbe. Ügyes vagyok. És megint ráugrok? Ez jó messziről jelez, tehát hogyha ez már itt ez, igen, kettőt így be tud ütni, akkor... Aha. És minden rejtett cuccot jelez, ez jó fej. Bár mondjuk amúgy nem is nagyon tudtam volna már tovább menni másképp. Vagy hát nem tudom, még kettő nincs meg. De már itt is jelez, mint az állat mindenhol jelez. Igen. Jó. Ez nagyszerű. Jó, nagyszerű. Hát... itt úgy érzi, hogy mindjárt megőrül, annyira közel van, de... de mégse. Ez szintben van ezzel, nem tudok elmenni jobbra. De el... ó! Szuper fantasztikus! Jó, hát, és ki is tudok menni, vagy itt pusztulok el? Ez jó, így szikrázok össze-vissza. Oké, köszönjük szépen. Egy retek. Ismét beixelve. Merre halad tovább az út? Semerre, mert hogy ez egy zsákutca. Akkor irány a másik oldal. Micsoda? Hát ezt még nem tudom kinyitni. Ja, itt lefelé, bocs. Azt hittem már hirtelen menjünk neki a várnak. Ó, újra challenge. Éljen. Akkor ezzel fogjuk folytatni.